Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogjuk nézni a globális szerződést, amelyet a WHO sürget a világjárványokkal kapcsolatban mi az, amit írnak -e erről a magyar online magazinok, újságok, hírcsatornák, mi ennek a következménye, mi lehet célja, mi az, ami a háttérben meghúzódik, bár kétlem, hogy ez túlságosan nagy titkot rejt bárki számára, aki ide téved, szóval mégis érdekes egyszer átnézni ezt is. Mielőtt nekivágnék, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Folytatván ezt a cikket a magyar nemzeten így írnak, a pandémiáról szóló szerződésben közös keret irányelvekben állapodtak meg ahogyan azok már léteznek a nemzetközi egészségügyi szabályzatban, amelyek legutóbbi változatát 2005-ben fogadta el a WHO. Ez a szerződés előírja többek között, hogy az olyan eseményeket, amelyek határokon átnyúlóan veszélyeztetik a közegészségügyet, 24 órán belül jelenteni kell a WHO-nak. Ezután külső szakértőkből álló sürgősségi bizottságot hívhat össze a WHO, és megvitatják, hogy az esemény kiterjedését és a lehetséges intézkedéseket. Ezek után ajánlásokat tesz a WHO a válság megfékezésére és kezelésére, és a szlovák sajtóügynökséget a covid 19 kapcsolatos intézkedések felülvizsgálatáért felelős szlovák kormány megbízott Péter Kotlár. Egyben parlament képviselő tájékoztatta része a szerződése kapcsolatos tárgyalásokon Genfben. A két dokumentum benyújtott tervezete elfogadhatatlan a szlovák köztársaság számára, különösen a tagállamok szuverenitásába való homályos és jogtalan beavatkozása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadság elégtelen védelme miatt. It is a big idea. A new world order függően attól, hogy hogy fogalmazzák meg ezt a nemzetközi szerződést, hogyha elfogadjuk azt, onnantól kezdve kötelező érvényű ránk az, ami abban foglaltatik. Hogyha úgy döntenek, hogy most tankokkal bevonulnak Magyarországra, Azért, mert itt kitört valami majom, himlő akárhol valaki azt állítja, nem tudunk semmit tenni, hisz elfogadtuk ezt a szerződést. Úgy fogalmaznak a szlovákok, hogy elfogadhatatlan a globális monopólium bevezetése, egy globális ellátási lánc és logisztikai hálózat létrehozása. Mi a probléma ezzel? Erről is volt már szó. A globális ellátási lánc, meg ez a logisztikai hálózat, ez túlságosan kiszolgáltatottá és sebezhetővé teszi az országokat, hiszen függni fogunk más országoktól elláthatnánk magunkat is. Mindenki élhetne abból, amit az ország megtermel, csak akkor a életszínvonalat kellene ugye lejjebb szállítania. Most, hogy erre ki az, aki hajlandó, meg ki az, aki nem, azt nem tudom. Világjárvány utáni új világre, új világre, új világre nyertesei között lehetnek. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.